Az önkormányzat ebben az évben is karácsonyi csomaggal kedveskedik a nyíregyházi nyugdíjasoknak, immár több mint 10 éve hagyománynak számít ez az évvégi meglepetés. A csomag tartalmát minden alkalommal az idősügyi tanács javaslata szerint állítják össze. Ez már több mint 10 éves hagyomány városunkban, hogy az időseket köszöntjük, szeretetünket, tiszteletünket így is kifejezzük, hogy egy karácsonyi csomaggal kedveskedünk nekik. Ugye ezt, amikor indítottuk, akkor is tudtuk, hogy ez évről évre nagyobb költség lesz. Nem az árak emelkedése miatt elsősorban, bár a csomag értékét is növeltük, hanem hála Istennek tovább élnek a nyíregyháziak is, ebből adódóan több a nyugdíjas korú is. Most ebben az évben is 25 ezer körüli lesz az a létszám, akinek küldünk karácsonyi csomagot, de a cél az változatlan, tehát amit mondtam, hogy a címzettek életük jelentős vagy nagy részét, vagy az egészet Nyíregyházán élték, az ő munkájuk eredménye is az, hogy a városunk ilyen, ezt szeretnénk ilyenkor a karácsony idején megköszönni és a tiszteletünket így is közvetíteni. A kézbesítés november 2-án indul, december 10-éig pedig várhatóan minden érintetthez eljutnak a csomagok. Ebben az évben sem a posta, hanem ahogy tavaly is, külön cég viszi ki a csomagokat. Sikertelen kézbesítés esetén pedig december 16-a és január 10-e között munkanapokon a polgármesteri hivatalban vehetik át az érintettek, vagy az általuk meghatalmazott személyek. A juttatást külön kérelem benyújtása nélkül állapítják meg, mondta el dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere sajtótájékoztató keretében, aki hangsúlyozta, a nyugdíjasokra kiemelt figyelmet fordítanak a városban, nem csak az ünnepek alkalmával, hanem egész évben. Nagyon sok olyan egyedi program van, ami az utóbbi 10 évben kezdődött, és abból a szempontból is egyedi, hogy más városban sem nagyon találunk ilyet. Önmagában a karácsonyi csomag is ilyen egyébként, tehát azok az időseknek minden évben rendszeresen szervezett programjaink, akár sport, mozgás, akár elméleti, szellemi program, és hát én azt gondolom, hogy önmagában a törődés az talán a leginkább egyedi, és természetesen ezt örömmel és szeretnénk folytatni. Dr. Kovács Ferenc polgármester arról is beszámolt, hogy az idősügyi tanáccsal egyeztetve idén már kétszeri értesítést hagynak a csomagszállítók, hogy még többekhez eljusson a karácsonyi ajándék. A másik újdonság pedig, hogy a csomag újabb ünnepekhez kapcsolódó élelmiszerrel bővült. A szaloncukor, sós és háztartási keksz, gyümölcstea, instant kávé, méz, szőlőcukor, illetve citromízesítő mellett a karácsonyi húsleveshez elengedhetetlen csigatészta is bekerült a termékek közé.